Köszöntöm kedves nézőinket a Studio KB október 8-ai adásában, melyet programajánlóval indítunk. A jövő hét színes kulturális eseményeire invitáljuk Önöket, majd bekukkantunk az Irci Zöld Természetvédelmi Önképzőkör legutóbbi összejövetelére, melyen a Tücsök zenekar is fellépett. Az idősek napját ünnepelte városunk múlt szombaton, a szórakozáshoz, kikapcsolódáshoz hozzájárult Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth Díjas színművész és Pomlényi Péter énekművész verseszenés műsora is. A Városi Könyvtár is csatlakozott az Országos Könyvtári Napokhoz, kulturális rovatunkban tudósítunk az előadásokról, rendhagyó irodalomóráról, valamint interjút láthatnak dr. Tari Anna Mária pszichoterapeutával és Kürti László költővel is. Magazinműsorunkban az Aradi Vértanúk napján tartott megemlékezésen készített felvételünket tekinthetik meg. Adásunkat egészségügyi kisfilmmel zárjuk. Ezen a héten az érelmeszesedés kialakulásáról lesz szó. Ha tehetik, kérem tartsanak velünk. Tájékoztatjuk tisztelt nézőinket, hogy a kábeltelevíziós hálózat digitális csatornáján műszaki hiba miatt adásunk nem látható. A hiba kijavítása folyamatban van. Elhárításáig adásunkat továbbra is nézhetik a kábelhálózat C11-es analóg csatornáján, a 217,25 MHz frekvencián, valamint a Képújság Zirc Facebook csatornánkon, majd feltöltést követően a Zirci TV YouTube csatornáján. Köszönjük megértésüket! A Gyáva című tantermi színdarabot adja elő Scherer Péter és Kovács Krisztián színművész október 11-én hétfőn 17 órától a Városi Könyvtár klubtermében. A Veszprémi Alkohol Drogsegély Ambulancia és az Irci Család és Gyermekjóléti Központ szervezésében látható előadásban egy fiatal fiú mesél gondolatairól, érzéseiről, a családjával lévő ellentmondásos kapcsolatáról és arról, hogyan kezdett drogozni és milyen kilódások árán sikerült leszoknia. A másik szereplő egy apa, aki mindezt végignézi, hallgatja és éli. Az ingyenes előadás után lehetőség lesz beszélgetni a színészekkel és Surányi Judit addiktológiai konzultánssal. Dr. Kartal Béla lepkegyűjteményéből nyílik kiállítás a Bakonyi Természettudományi Múzeum Sarok galériájában október 14-én, csütörtökön 17 órától, melyet dr. Ábrahám Levente, a kaposvári Ripple-Rónai Múzeum igazgatója nyit meg. A Ciszterci Műemlékkönyvtár érdekességeiről, ritkaságairól tart előadást Németh Gábor könyvtárvezető a felújított intézményben október 15-én pénteken 16 órától. A Rokon Népek napját ünnepli a Reguli Múzeum vendégségben Regulinál elnevezésű programja. Október 16-án szombaton egész nap tárlatvezetések, személyes magyarázatok és séták várják a látogatókat. A kézművesség iránt érdeklődők is találnak programot, hiszen szitanyomás, nemezelés és kötés, valamint a Bakonyi Finnbarátok Köre Egyesületnek köszönhetően finom falatok is várják az érdeklődőket. A nap megkoronázása közös daltanulás, majd a Liza a Róka Tündér című film megtekintése lesz. A jövő hétvégét Orgona koncert zárja, hiszen a Liszt 210 programsorozat részeként Liszt vallásos képei címmel Kapitány Dénes Orgona művészet koncertet az Irci Bazilikában. Több szólamú múzeum mottóval várta az Irci Zöld Természetvédelmi Önképzőkör az érdeklődőket pénteki programjára. Az elnevezés az Irci Tücsök zenekarra is utalt, akik hegedű koncerttel színesítették a programot. A zenei felvezetés után Takács Ferenc kertészmérnök, tanár, gomba és gyógynövény szakértő mutatta be a gyógynövények áldásos hatásait. Thank you.
Léci, zöld. Segítsenek nekem, hogy mi az összejövetelnek a Igen, ez a Léci zöld, természetvédelmi önképzőkör. Igen. Hát nagyon örülök neki, hogy a zöld iránt ilyen szép számban érdeklődnek. A tulajdonképpen én azt a felkérést kaptam, hogy egy perc hossz szóljak a gyógynövényi bőrből, amit Zenken hoztunk létre, hogy milyen ökológiai működésünk van, vagy mi a célja egyáltalán a létesítményünknek, és hoztunk egy pár növényt a kertből, amit majd megmutatnánk, hogy itt a most az aktuális szezon, illetve hát az éghajlatváltozásnak köszönhető változék, hogy őszünkben milyen növények vannak a tartalmányosan. Gyógynövényi völgyet Zenken azért hoztuk létre, itt a templomnak a falu, öreg falu felső végén látható templomtoron a háttérben. Több összetett cél szerettünk volna megvalósítani. Első körben a gyógynövény ismereti képzés abban az időben, lassan már 10 éve, hogy elkezdtük ezt a projektet előkészíteni, és abban az időszakban az volt a kihívás, amivel találkoztunk, hogy gyógynövény ismereteket elméleti szinten lehetett tanulni, de a gyakorlati képzésre tapasztalat igény volt. Nagyon nagy hiánya volt annak, hogy ezek a kézzel fogható tapasztalatokat is intézményesített formában szerezhessenek a növényekről, amiket a egészségük megőrzése érdekében, betegségek gyógyítása érdekében felhasználhatnak, illetve a környezetünk szeretete, a természetnek a szeretete, és esetlegesen a tudatos, fenntartható, fenntartása, gazdálkodása a környezeti értékének milyen módon lehetséges. Szóval a tónak a örömteli felfedezése, illetve a Balaton felvidéknek, a Kávé medencének a egyre inkább belakása, egy olyan réteget hozott el a Balaton partjára, akik a természeti értékeket már kevésbé tartják értéknek, és hát inkább ez egy trendi dolog oda látogatni, akár egy hétvégére a nagyvárosból leugrani, vagy inkább most már egy-két napra leugrani, és azokat a szolgáltatásokat és azokat a közműszolgáltatásokat számon kérni a természeten, ami ott nyilván nincsen meg. Úgyhogy a környezet terhelése nem csak azért lett jelentős, mert a helyiek esetleg a szabályokat felrúgva szemetet égettek volna a kert végében, hanem azért is, mert a rengeteg új építkezése, rengeteg új csere, illetve az a megnövekedett turisztikai forgalom, ami elsősorban 2-3 hónapos területú, de ez olyan hihetetlen mértékű terhelést adott a környezetbe, ami miatt mi is már abban gondolkodunk, hogy inkább egy sokkal inkább ökológiaibb szemléletű következő 10 évet kezdenünk. Tulajdonképpen több mint, mostanra már több mint 500 gyógynövényfajunk lakik a kertben, akik egészen a Balatonparttól egészen föl, hogy Kaphegyig terjedő szakaszból mutat föl példányokat, illetve rengeteg termesztett növényünk is, amelyik elsősorban a kisgazdálkodás, vagy biológiai gazdálkodásnak a különböző praktikáit, vagy tudását próbálja meg bemutatni. Elhagyott szőlős terület. A szomszéd földeken látszik, hogy a szőlő sávok még elvonultan ott vannak. Tulajdonképpen egy ilyen szőlős területet vettünk át, és a felső részében a szőlő ültetvény között, ez egy nagyon régi veszfőzlénk telepítés, növényeket ültettünk, levendulát, zselyát, rozmaringot, kis üveg, vagy fóliasátot hoztunk létre, amely egy nagyobb szőlők közötti ültetvény, gyógynövényfajokkal, és akkor lefelé pedig a kertnek az a része, ami különböző egyes típusokra, gyűjteményekbe, hát elsősorban élettani hatások szerint válogattuk össze a növényeket. És tulajdonképpen a kert felülnézetből így néz ki. Nagyon hasonlít hozzá ez a másik gomba is, a sárga kémvirággomba, ez mérgező, megállhat, gyere, ne szedjék össze. Én is csak azért szedtem, hogy be tudjam mutatni. Aztán van ugye két őzvággomba is, hát ez a karcsú őzvággomba a kisebb, a nagyobb lett volna, ha nem szedem le, ez a nagy őzvággomba. Őzvággombáknak augusztus elején kezdődik a szezonja, és fagyokig tart tulajdonképpen. Ez a lószőszegű gombácska. Ehető egyébként, csak ebből azért 2 kilót nehéz összeszedni, hogy tényleg. Aztán van egy erdei szekrűgomba is a dobozban. Nézzék meg ezeket, az erdők most produkálják majd a termést.
és hát télen is lehet gombázni, menni, gombát gyűjteni, érdemes kimenni. Durván 30 féle terméket készítünk, tehát ebben a te a nagy része, ez igaz. De kenőcsöket, tintúrákat, sok minden más előállítunk. És így tulajdonképpen a dolgozóinknak folyamatosan munkát tudunk biztosítani, maguknak is. Szóval ez nem csak a elméleti munkát is. Tulajdonképpen erről is kellett volna pár szót szólni, hogy a könyvekben rengeteg minden le van írva, nagyon sok segítség. Hát ez a Nemzeti Parkok könyve tulajdonképpen a Mesterségek címere, azt hiszem 22-es oldal, keresd meg majd egy címet, ami rólunk szól. Készítünk mi is többféle kiadványt, a Pannonlapok Társaságával közösen csináltunk egy ilyen sorozatot, a gyógynövényekről 15 füzetecske jelent meg, és 30 gyógynövény van egy-egy füzetecskében. A biotermesztésről, a környezetvédelemről, a környezetünkről, és azért örülök, hogy tulajdonképpen a kultúra fellegvárába eljöttem, és sikert nekünk kell most. Kedves nézőink! A következő percekben az idősek napján készített összeállításunkat tekinthetik meg. A köszöntő után Hűvös Völgyi Ildikó, Kossuth Dia színművész és Pamlényi Péter színész adott versezenés műsort. Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az idősek világnapjával. Az idősek napja az idős emberekről, az ő tiszteletükről szól. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy társadalmunknak ők is hasznos tagjai, és mindannyiunknak nagy szükségünk van rájuk. Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csak is ők rendelkeznek, és a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket. A napokban több helyen is jártam idősek világnapja ünnepe alkalmából, és nagy-nagy örömömre szolgál, hogy megértük úgymond a június óta a kiszabadulás napját. Vége van ennek a járványnak a nagy rossz napjainak, és mindenki újra a régi ismerősök, barátokhoz el tud jönni közösségbe, hiszen pont ezeknek a napoknak az egyik fontos eleme az, hogy közösségben, társaságban lehessenek. Azonjuk egyébként a hétköznapok során, és főleg az elmúlt időszakban egyedül vagy párjukkal voltak otthon. Az első szó, mint ahogy elhangzott az imént, az a köszöneté. Köszönjük szépen önöknek az életük munkáját, hogy bennünket felneveltek, az unokáikról, a mi gyerekeinkről gondoskodtak, és elindítottak bennünket azon a pályán, amit életpályának neveznek. Ennek több állomása volt, hiszen mikor megszülettünk, akkor aggódó és féltő tekintettel néztek ránk. Sokszor még, amikor pici babák voltunk, hogy lélegzik-e, hogy alszik, ugye az anyukák odahajoltak a kisbabák fölé. Aztán jöttek a nagy ugrások az óvoda, akkor amikor jobban izgult az anyuka, amikor bevitte első nap az óvodába a gyereket, hogy mit szól hozzá, mint maga a gyerek. Aztán jött az iskola, a tanulás, pályaválasztás, aztán jött ezt követően a párválasztás, amiben azért ugye a szülők is időnként belematadtak. De hát az az igazság, hogy aztán az élet tovább haladt, és jöttek az unokák, aminél most már én is, mint nagypapa tudom mondani, szebb öröm talán a világon nincs is. Úgyhogy amikor a fiam született, arra nem emlékszem, hogy hogy értem haza, De az unokámat azt valahogy úgy megkönnyeztem, attól meghatódtam, amikor ez a kisfiú megszületett. Úgyhogy hát ezért sok-sok köszönet önöknek a munkájukért azért, hogy építették ezt a várost, ezt az országot, ezt a környéket, meg hát az értük tett jóságokért. Ezért én mindenféle különösebb, hosszú beszéd nélkül néhány jó hírt azért hadd hozzak, talán önök nagyobb részt hallották, hogy döntött a kormány egységesen 80 ezres nyugdíjprémiumról,
akkor arról is döntött még, hogy előkészítik azt, hogy a 13. havi nyugdíj február 15-ig, ha meg lesz a gazdasági további növekedés, hogy nem csak két heti, hanem akár három vagy négy heti is lesz. Hiszen a szeretetet azt nem csak egy házi valutába mérjük, hogy Isten fizesse meg, hanem az önök munkájának elismeréseként az anyagiakban is el kell ide jutni. Úgyhogy én készültem egy verssel, én nem vagyok egy művészember, de hogyha nem azért sok a papír, hogy hosszú a vers, hanem azért, mert nagy betűvel van írva. Úgyhogy akkor a vers. Uram, túl gyorsan múlnak az évek, épp ma lettem 66 éves. Még oly sokat szeretnék tenni, úgy szeretnék ennél több lenni. Pár kis tervem mi még lenne, aztán több időt igényelne, egy év nem lenne elegendő, ott, hogy hadd legyek 62. Jó lenne még utazgatni, szép helyeken látogatni, halálom perce még várhat, megélhetném a 63-at. Uram, te látod a világot, gyorsan jönnek a változások, ha nem sürgős, hogy magadhoz védj, ugye lehetnék 64. Oly a technika halad, sok újat lát ki, élve marad, még oly sok minden ide köthet, úgy örülnék a 65-nek. Az emberiség sokat tehet, a világ csodásáj lehet, jó annak, aki itt maradhat, nem olyan sok az a 66, tudom, uram, sokat kértem, hisz szép lehet fenn az égben. Én mégis arról tervezgetek, hogy éljen meg a 67-et. Elfáradok a hosszú úton, sokszor el is késem, tudom. Tudasd velem, ha úgy gondoltad, beküldhetem a 68-at. Addigra már nem 120 évig tart a vers. Addigra már sokat láttam, emlékeim regisztráltam, mi kár lenne, ha elmennék, mielőtt 69 lennék. Már csak egyet kérek, uram, nevet szemtelenségnek, éveim száma kerek lehet, ha megérném a 70 évet, ha ezt megengedted. Elép és könnyen megtetted, neked úgyis egyre megy, könnyen lehetnék 71. Minden szemérmet félreteszek, ha még tőled egyet kérhetek, tudom-e kór hajmeresztő, de hadd legyek 72. Úgy megszoktam az életet, hát ha lesz még, ki megszeret? Ki lenne még kicsi párom, hadd legyek hát 73. Addigra már reszket kezem, de helyén lesz még az eszem. A magas kortól én nem félek, ha megadod a 74-et. A korra nincsen szabadalom, a számításon megtalálom, te őrködsz egészségem fölött, és akkor lehetnék tán 75. Manapság hallani olyat, hogy emberekből készül másolat. Ezt talán én is megvárhatom, segíts át a 76-on. Ha hirtelen meg nem halok, kis vagyonkámmal ember vagyok. Elég lesz tám még pár évig, kihúzhatnám 77-ig. Hála neked van nagy családunk, dédunokát is várunk. Láthatnám még őket, ugye azt mondtad, megadod a 78-at. Sok évet kaptam, nem egy-kettőt, köszönöm a sok esztendőt, még kérem, tán el sem hiszed azt a fránya 79-et. Még egy év, és akkor valóban azt mondhatják majd rólam, ez igen szép kort ért meg, elérte a 80 évet. Uram, az életet te adod, úgy veszed el, mint akarod, ismerjük a jó szándékot, akár megérhetném a 86-ot. Nem is zavarlak többet, de vedd komolyan, amit kérek, nem csak beszélgetni vágytam véled, de jó lenne elérni a 90 évet. Ha teljesíted, amit kérek, én a földről imádnálak téged, adj még nekem jó 10 évet, és akkor elérném a 100 évet. Köszönöm szépen! Olyat, ami sose volt,
a két kedőt nagy hitóvia, midőn gyötri meddő óra. Kesergőnek kacagásra forduljon, lepikket szája. A beteg erőre kapjon, két bakarasznyit ugorjon. Jobb munkához tisztességet, nagyobb kedvet, emberséget. Minden lánynak jó szeretőt, ha nem elég egy, hát kettőt. Pulyákat az asszonyoknak, ameddig nem hervadoznak. Ordas erkölcs, dőpös ármány, kezesedjen, kezes bárány. Katonának bocapuskát, telt kulacsot, hátsó sunkát. Jó parolát hűtenyérnek, a világnak békességet. Adjon Isten minden jót, olyat, ami sose volt. Idén is csatlakozott városunk az Országos Könyvtári Napokhoz. A programok hétfőn interaktív mesefoglalkozással indultak a Városi Könyvtárban, majd délután Mesék bűvöletében címmel nyílt meg Téglás Miklós mesekönyvgyűjteményének kiállítása. A több évtizedes könyveket az olvasóteremben lehet megtekinteni. Köszönöm szépen a megtisztelő felkérést, de akkor lehetne egy olyan kérés, hogy rögtön közvetlen beszélgetésbe csapjunk át, mert itt annyira intim tényleg a környezet már a résztvevők számából a fogadóan, hogy talán egyszerűbb lesz így megoldani. És közelebb. Ehhez a létszámhoz nem is igazán illik a pódium és az előadás műfaja. Szerintem is szerencsésebb lesz, hogyha azonnal közvetlen beszélgetés formáját választjuk, és hogyha kezdhetnénk is azzal, hogyha bárkinek bármilyen témához kapcsolódó kérdése van, akkor ha tudok, nagyon szívesen válaszolok rá, vagy van olyan közérdekű dolog szintén a témával kapcsolatban, ami bő kifejtést érdemelne esetleg, vagy amiről érdemes volna részletesebben beszélgetnünk, hogy akkor azzal el lehetne kezdeni. Én magamról összességében annyit szeretnék csak elmondani, bár ez kiderült az elküldött ismertetőkből már rólam, hogy gyakorlatilag 1963-ban kezdtem el a tudatos könyvgyűjtést, ami azzal indult, hogy egy általános iskolai harmadik osztályos tanítszárón, a tanítóménitől kaptam egy jutalomkönyvet, ez a könyv a Fekete Gyula Kincskereső Pipitér című ifjúsági regénye volt. És ezt a kis pöttyös könyvet, mert akkoriban voltak még ilyen lányregények, csíkos könyvek, pöttyös könyvek, azzal a szándékkal tettem le, hogy lendőkönyvtárom első darabja lesz, ugye nyilvántartásba is vettem, nem kis derültséget kiváltva a közvetlen környezetemből, de aztán jöttek, mentek az évek, elég gyorsan teltek, és az életem úgy alakult, hogy Budapestre költöztem a Nyírségből, oda nősültem ugyanis, és hát ott olyan óriási távlatok nyíltak meg előttem, ami nagyon jó talajt jelentett a könyvgyűjtő szenvedélyemnek. Az antikváriumokat feltérképeztem, rendszeres látogatója voltam az aukcióknak,
figyeltem a katalógusokat, a kiadói terveket, személyes kapcsolatokat építettem ki a nevesebb kiadókkal. Még akkoriban még nagyobb rend volt a könyvkiadóknál is, mert ha valaki azt mondta, hogy Móra Ferenc könyvkiadó, akkor lehetett tudni, hogy ez egy ifjúsági könyv vagy egy mesekönyv. Vagy hogyha azt mondta, hogy jogi és közgazdasági kiadó, azt is pontosan fette a címe. Tehát valahogy szerencsésebb volt a kiadóknak a profilozódása, a szakosodása, mint manapság, amikor sokkal-sokkal több kiadó létezik, de sajnos követhetetlen a pályájuk. És az ilyen régi nagy tekintélyű kiadók, mint a Zrínyi Katonai Kiadó, vagy a Magvető, vagy a Gondolat, vagy a Medicina, sorolhatnám sorba a könyvkiadókat, ezek már nem olyan hosszú életűek. Egyik pillanatban üstökösként feltűnnek a könyvkiadásban, aztán egy-két éven belül, vagy még rövidebb időn belül el is tűnnek a süllyesztőbe, és jönnek az újak. És az, hogy a kereskedelmi szempontokat kezdték el főleg érvényesíteni a könyvkiadók, az sem tett jót a közállapotoknak. Ugyanis a gombabot szaporodó kiadók egyre határozottabban és céltudatosabban vették igénybe az egyre karcsúsodó pénztárcánkat. Ez ilyen ellentétes paradox folyamat zajlott, ugye? Szélesedett a kínálat, szűkültek az anyagi lehetőségek. Először az első kiállításomnál még csak az volt a kiállítás címe, hogy Szép Magyar Könyv. Aztán, ahogy nőtt az állomány és fokozódott a szakosodás, úgy megjelentek az altémák. A Szép Magyar Könyv az egy gyűjtőnévvel vált, és ebből ágazott le aztán a Kereszténység 2000 éves krónikája könyvekben című kamarakiállítás, a Mesék bűvöletében című szintén kamarakiállítás, a versek vonzásában, és nem utolsó sorban a tankönyv és taneszköz, ami egy retro jellegű kiállítás. Tehát a TK-nak a szerkezete így néz ki, ezeket a témaköröket követi, és jelen pillanatban ott tartok az állomány nagyságát illetően, hogy a négy kamara kiállítást akár egyidejűleg is meg tudom rendezni, de ha olyan igény van, hogy mind a négy témakörből szeretnének kiállításra kérni, akkor azt is meg tudjuk tenni, hogy a Szép Magyar Könyv címmel minden egyes kamara kiállításból a legszebb és legérdekesebb példányokat kiállítani, és akkor lehet kombinálni, variálni az egyes kamara kiállítások anyagát, meg a gyűjtő nevű Szép Magyar Könyv című kiállítás anyagát is. Kedden Tari Anna Mária pszichoterapeuta negatív érzelmek esetén védekez olvasással, avagy hogyan segítenek a könyvek az érzelmi és mentális állapotunkon címmel tartott előadást. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm körünkben Tari Anna Máriát, aki klinikai pszichológus és pszichoterapeuta, szűkebb területe pedig a pszichoanalízis. Hivatásának tekinti a fiatal korosztály érzelmi és mentális állapotának feltárását, elemzését, segítséget nyújtva abban nekik és nekünk is, hogyan értsük meg és fogadjuk el őket. Írásait az Érci könyvtárban is folyamatosan keresik. Mai előadása teljes egészében illeszkedik a könyvtári hét szellemiségéhez, egyben jó tanács és útra való önöknek is, negatív érzelmek esetén védekez olvasással, avagy hogyan segítenek a könyvek az érzelmi és mentális állapotunkon címmel Tari Anna Mária pszichoterapeuta tart előadást az Érci Városi Könyvtárban az Országos Könyvtári Napok keretében. Manapság a negatív érzéseik oldására nagyon sokan különböző tevékenységekbe menekülnek, és erre a fogyasztói társadalom nagyon jó megoldásokat kínál, a függőségekről ne is beszéljünk, és itt van mindenkinek a kezében, a fülén, a táskájában a mobiltelefon, ami rögtön lehetőséget ad arra, hogy az offline tér szürkeségéből, hétköznapiságából kimeneküljünk az online tér sokszínűségébe. A témához kapcsolódva, hogyan lehet, illetve tudja-e mindezt a mai jelenséget, a könyv, az olvasás hatékonyan orvosolni, felülírni valamilyen formában?
A legjobb az az lenne, ha nem is arról beszélnénk, hogy tudja-e hatékonyan orvosolni, felülírni, mert az olyan, mintha ha a rivalizációs helyzetbe kéne állítani a könyvet az okostelefonnal, ez szerintem egy hiba. Azért hiba, mert nem érdemes harcolni az online tér gyorsaságával, az okostelefonok applikációinak tömkelegével, azzal az ingerelárasztással, ami egyébként a központi idegrendszerünknek egyáltalán nem tesz jót, viszont mind gyorsaság nagyon addiktív. Nem lehet igazán jól pályára állítani az olvasást, hogyha mármint a printek olvasását, ha azt gondoljuk, hogy el kéne érnünk, hogy jobban szeressék a gyerekek. A 21. században valószínű az okostelefonnak, amíg megmarad az online élettér szerepe, tehát amíg nem kerül vissza az eszköz kategóriába, hanem online élettérként a közösségi média segítségével tulajdonképp egy fontos része lesz a kamaszok és tínédzserek és fiatal felnőttek életének, addig szerintem a legtöbb, amit el lehetne érni, és nagyon jó lenne elérni, hogy az olvasás visszaemelkedjen egy olyan szabadidős tevékenységé, amit azért csinálunk, mert nem az a cél, bár nem rossz cél, hogy kulturáltak és intelligensek legyünk, azért az se rossz. Az se rossz cél, hogy az ember, ha olvasott, akkor lesz neki szókincse, ha tud szókincsével bánni, akkor valószínű szeretni fog beszélgetni, ha beszélgetni szeret, valószínű szeret majd vitázni, tehát a gondolatait szeretni majd kifejteni. De a harmadik igazán nagyon fontos dolog az az, hogy amikor az ember szép irodalmat olvas, akkor egy lassú műveletbe kezd az agya. A központi idegrendszer pont azt a sebességet állítja be, ahogy a szemünk megy a sorokon, mint amivel fel tudjuk fogni az olvasottakat. Így formálódik egy belső narráció, így azonosulunk a szereplőkkel, így tudjuk őket mondjuk így befogadni, érzelmileg követni, és ezáltal fog gazdagodni a személyiségünk. Bizonyos azonosulások révén, azzal, hogy más emberek mondjuk élettörténetét megismerjük, azzal nő az empátiánk, tehát mindösszesen azt lehet mondani, hogy az embernek a személyisége olyan mértékben gazdagodik, amit szerintem nem is gondolnánk. Ma már nincs olyan ember, aki ne stresszelne, ne szorongana, ne lenne frusztrált valami miatt, ne lennének aprócseprőbb napi kudarcai, bánatai. Abban az esetben, ha kinyitunk egy könyvet, és érzelmileg aktívan belemegyünk egy-egy történetbe, egy-egy személyiségnek a történetébe, abban az esetben képesek vagyunk-e az átélés, az érzelmi, aktív érzelmi átélés által a belső világunkat nem csak hogy gazdagítani, de hogy azokat a belső terheket, amiket magunkra veszünk egy-egy napi kudarc vagy frusztráció alkalmával, valahogy csökkenteni, valahogy feloldani, ne adj Isten, még meg is oldani. Most, hogy itt vagyunk a COVID negyedik hullámában, szerintem, aki olvasó ember volt, az majdnem biztos, hogy elővett vírusos könyveket. Biztos itt is kölcsönözték. És ez nem biztos, hogy múlt századbeli könyvek voltak, de mindenképpen arra azt megmutatták, hogy például ilyen kritikus helyzetben az emberek gyakran fordulnak nagyon eseménydús szépirodalom felé, vagy olyan felé, ami valami hasonlót ábrázol, amiben például megnézhetjük, hogy a regénybeli főhős hogy menekül ki, mit gondolt, mit érez. Ugye azt hiszem Stendhalnak van egy kicsit más ez most, de neki van egy eszéje a fogfájásról, és azt tudom, hogy a bölcsészettudományi karon nagyon sokszor volt az, hogy akinek fájt a foga, éjszaka az elővette ezt az eszét és elolvasta. Szóval ugye lehet ilyenkor rokon érzelmekre lelni, lehet mások történetéből okulni, és egyébként megoldó képleteket is lehet találni. Ne gondoljuk azt, hogy azért, mert mondjuk egy regény 50 vagy 100 éves, attól biztos, hogy a vittas és a benne leírtak használhatatlanok a 21. században. Ezt is valahogy egy kicsit helyre kéne húzni, mert nagyon sokszor találkozom én 20 éveseknél, azzal a reakcióval, ami nagyon fura, hogy mondjuk írókra vagy híres színészekre rákérdezünk, és akkor visszakérdez, hogy öreg? És akkor mondom, hogy öreg.
Ja, hát akkor nem ismerem. Úgy, mint hogyha az lenne, hogy, hogy azok kerülnek fókuszba, akik fönn vannak Instagramon. Akiknek van mondjuk TikTok oldala és TikTok videói. Az összes többi, aki nincs ott, az így nincsen. És ez elég borzasztó, hogy mondjuk bizonyos írók, akik egyébként kortárs írók, de nem 23 évesek, hanem esetleg 73 vagy 63, vagy nem tudom mennyi, azoknak a sorai, igen, így eltűnnek, pusztán azért, mert miért ismerném őket, tök öregek. Nagyon sokat beszél a könyveiben az online, illetve az offline tér közötti egyensúlynak a megtartásáról, ennek a lehetőségéről. Ha visszakanyarodunk a könyvekhez, az olvasáshoz, és hát eddig is ott voltunk, akkor tulajdonképpen ez az olvasás és a könyvekkel való napi kapcsolat, vagy ha nem is a napi kapcsolat, de egyfajta rendszeresség, az tud-e ennek az egyensúlynak a megtartásában valahogy segíteni? Én éppen most fejeztem be, és adtam le egy kéziratot, és abban egy fejezetrészt szántam annak, hogy vegyél a kezedbe egy könyvet. És ezt azért tettem, mert próbáltam azt leírni és fejtegetni, hogy a kísérlet szintjén érdemes otthon kipróbálni, hogy valaki, amikor egy kicsit fáradtabb vagy feszültem, akkor oké, nézzem meg 3 TikTok videót, vagy az Instáját böngésze, vagy a Facebookját, vagy a YouTube videókat, vagy nem tudom én, és vagy egy másik helyzetben ugyanannyi időre üljön le egy könyvvel, és nézze már meg a két utána állapotot, hogy hogy érzi magát. A könyv olvasása lelassítja az embert. Ha tényleg megpróbálunk elmélyedni benne, akkor az tényleg lelassítja az érzelmeinket is, elcsitít bizonyos negatív gondolatokat, és segít átterelődni. Az online tér adta lehetőségeknél az a probléma, hogy azok, mondjuk, hogyha ezen a szinten van valakinek a, mondjuk így a frekvenciája a feszültségének, akkor ugye az hozzáad még legalább ennyit, mert az a mérhetetlen mennyiségű impulzus, amit ilyenkor néz valaki, akár úgy, hogy pörgeti a Facebookját vagy az Instáját, akár úgy, hogy tényleg iszonyatosan gyorsan vágott videókat néz, az ugye a központi idegrendszernek nem megnyugodni segít, hanem följebb tolja ezt a frekvencia mértéket. Ilyen formában nem a megnyugvás lesz, hanem a kifáradás, amit el lehet érni, és ezt nem szabadna összetéveszteni. Más az, amikor az embernek kvázi elege van, mármint így mentális értelemben, tehát hogy hirtelen így eldugul, és azt mondja, hogy na jó van, inkább kimegyek, iszom egy pohár vizet. Ugye ez is egyfajta abba hagyom, mint az, hogy leteszel egy könyvet, és azt mondod, hogy hú, tök jó, most azért csinálok valami mást is. Két eltérő érzelmi állapot, és nagyon jó lenne visszatalálni a saját érzelmi egyensúlyunk érdekében a könyvekhez. Csak ezt a témát öleli fel az új könyv, vagy egyéb kis témaszigetekre is elutaz benne? Hát, ugye mindig az online tér, közösségi média, fiatal generációk téma az, amit boncolgatok. És a mostani kötetem az egy nagyban épül egy saját kutatásra, ami közel 2000 fővel sikerült felvenni, nem reprezentatív, mert online történt, és nem nincsenek offline részei, de elég nagy méretű ahhoz, hogy megállapításokat lehessen tenni, mert nagyon kíváncsi voltam arra, hogy milyen a hangulata, nem a COVID-járvány miatt, hanem úgy általában személyiség szinten az YZ generációnak hogyan érzi magát a bőrében. És hát nem fogom most spoilerezni ezeket az eredményeket, de nagyon szomorúak lettek. Szóval nagyon nincs jól igazán ez a két generáció, és életemben először, mert egy pszichoanalitikus nem nagyon ad tanácsot, mi nem azt mondom, hogy hümmögünk a fotelban, de hát nem egy tanácsadói pozíció ez, de most mégis arra gondoltam, hogy leírok 6-7 olyan dolgot, amit tényleg meg kéne tudni tenni azért, hogy az ember jól legyen önmagával, akár 20 éves, akár 30, akár 40-es, mindegy, de az a mondat, amit 10 éve mondok mindig, hogy az agyunk múltszázadi módon van bekötve, és a személyiségünk is, ez sajnos egy igaz mondat. Tehát föl tudjuk pörgetni a 21. század sebességére, csak úgy nem sok értelme van ugyanúgy, mert amit az ember az értelmi eszközeivel felpörget, ahhoz képest, mint egy ilyen, nem tudom én,
szekér ballag utána kocogva az érzelmi apparátusunk, és a kifáradás, a halogatás, a rágódás, az elegem van, nem tudom, merre kéne, mit kéne csinálnom. Életérzések szerintem nagyon igazságtalanok 20-30 éves korban. Az életnek ekkor kéne a leglasszabbnak kinéznie, és én nagyon sajnálok mindenkit, aki önhibáján kívül van ebben az állapotban, pusztán azért, mert 21. századi fiatal lett. Hát azért reméljük, hogy előttünk egy szebb jövő áll, és mindig van, és lehet változtatni. Ez abszolút így van, abszolút így van. Mindig lehet, ez az utolsó mondatom, hogy mindennel lehet változtatni. Én is köszönöm. Rendhagyó irodalomórát tartott Kürti László költő a 3. Béla gimnázium diákjainak. Délután Kovácsné Otto Krisztina digitális kompetenciafejlesztő a 3D robotok és a Lego robot működését mutatta be általános iskolásoknak. Az első dolog, ami szerintem mindenkinek feltűnt a versében, amikor azt olvastuk őket, az, hogy minden kis betűvel kezd. És hogy ennek mindfajta lehetősége? Megint a rebelliség biztos, hogy egyébként az, hogy én nem teszek semmit a helyére, vagy nem úgy teszek, vagy nem vagyok egy konvencionális. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm az Érci Televízió képernyőjén Kürti Lászlót, Bella István díjas, Balassi Bálint emlékkarddal kitüntetett költő, lapszerkesztő, filozófus, tanár. Főként verseket ír. Mikor történt meg először, és mi volt az az élmény, amikor igazán mélyen találkozott az irodalommal? Van-e ilyen élménye? Az első ilyen élményem, amikor egy vajazókéssel 4 éves koromban hasba szúrtam magam. Ez volt az első költészeti megmozdulásom talán, amiről aztán majd szépen lassan be kellett lássam, hogy mégis az életet sokkal nem csak értékesebb, de nehezebben is elejthető, mint ahogy én akkor azt gondoltam. És aztán mire versek és prózák jöttek, addig jó sok év telt még el, és ami meg érdembeli versek, az pedig már megint csak, nem tudom, 20 éves kor még talán, amit publikálhattam volna, azok valószínűleg nem. Tehát kellett oda sokat olvasni, sokat művelődni, hogy érdembeli szövegekkel tudjon az ember előállni. A versekkel hogyan került szoros kapcsolatba, és egyáltalán hogyan indult el a költészet a versírás útján? Én azt gondolom, hogy minden fiatal, nem csak a szerelem, de egyéb más eszmélet arra, hogy mi a világ körülöttünk, és ezt valahogy definiálni, vagy megérteni próbálja, és néha van úgy, hogy az ember önmagát kérdezgeti, és erre pedig a vers az önmegismerésre, és az élet értelmezésére egyfajta segédetként hathat. Néha lirettani és pszichológiai hatásmechanizmusokkal egybe szőve, de hát hogyha túl tud nőni a szövegírás attól, hogy egyfajta öngyógyítást legyen, akkor talán beszéltünk már arról, hogy akkor művészeti szintre is érdemes ezt emelni. Angyalosi Gergely irodalomtörténész írja egy önt méltató szövegben az önvizsgálat, az énnek az önön gyarlóságaival, vállalható és vállalhatatlan vágyaival, tudatos vagy csak a tudattalanjában gyökerező döntéseivel való szembenézés a költői habitusának az egyik alapvonása. Miért éppen ez az irány vált meghatározóvá a költészetében? Hát mindenki otthonról jön. Ez otthonról való érkezés, ez azt jelenti, hogy mindenki a saját maga lelki akatából, eszméleteiből fog beszélni, írni, élni, kialakítani a kapcsolatait és létezni, és ez pedig ugye nincs más eszköze, mint mondjuk éppen a nyelv ilyen tekintetben, hogy ezt verbalizálva érvényre jutatni, és ilyen tekintetben nem volt ez ott, hogy mit fogok csinálni, vagy nem volt ebben ilyenfajta szándékoltság, hogy csak aztán, hogy késve eszmél az ember arra, hogy a környezetben mások hogyan csinálják azt, amit mondjuk irodalomnak neveznek, és az, hogy én meg mit csináltam ez ügyben, akkor az megint egyfajta ráeszmélése annak, hogy akkor nekem mi a költészet, vagy én felülem mi a költészet. Nem a hétköznapokba csempészi be a líraiságot, hanem a hétköznapi dolgokat teszi a lírai mondandó részévé, és ezzel összefüggésben a verseiben a hétköznapi nyelvhasználat szabályait követi. Mennyire van
ezzel összefüggésben az, hogy amikor alkot, amikor egy-egy szöveget formál, akkor az olvasó szempontjait helyezi előtérbe, vagy inkább próbál a saját alkotói szakmai szempontjaira koncentrálni, vagy a kettő egyensúlyt alkot? Hát soha nem lehet az olvasó ilyen szempontból elsődleges tényező, mert hogyha ez így van, akkor meglehetősen hatásvadászatról lenne szó elsősorban is mindenek előtt. Itt igazából az ember ebből a nagy ős masszából, amiből manifestálja a saját maga élet minőségeit és a létezését, ebből kell, hogy megteremtődjék a műalkotás. És hogyha ez találkozik az olvasóval, és ez számukra tud értékes lenni, túl mondjuk a szakmaiságon, mert a szakmai alapvető kívánalmaknak mi a meg kell felelnie, akkor ez szerencsés szerző, akinek ez sikerül, de nem mindenkinek sikerül. Tudok olyan szakembereket, olyan költőket, akik marha jó szakmaisággal gyakorolják azt, amit csinálnak, és közben még sincs olvasójú, csak mondjuk két irodalom történész, és mások pedig egyszerűen ahonnan írnak, ahonnan vannak, ahonnan az életszagú az alkotásaik és az életművük, őket meg szereti az olvasó közönség, és nagyon széles közönség, tehát ehhez el tud jutni a szövegei. Nagyon mélyen foglalkoztatja a költészet és az etika kapcsolata, és azt mondja, hogy a versírásnak mindig van erkölcsi tétje. Ez az ön nézőpontjából mit jelent pontosan? Ez egy nagyon összetett dolog, hiszen arról van szó, hogy ahogyan a világban beágyazva vagyunk, ugye mindig kicsit kilóva is, hogyha elég személyesek vagyunk. Amit elmeséltem ezt a példát, hogy elmentem egy fürdőbe, és megkaptam a kulcsot, meg nem tudom, és bementem, és átötöztem a zárt helyiségben, és aztán tettem be a cuccomat a csomagmegőrző szekcióba, és a két-három nő nézett rám ilyen kikerült szemmel, nem tudtam, hogy mi az oka, és amikor mondják, hogy de van férfi öltöző is. Nem tudom, lehet, hogy ez női? Igen. És aztán rögtön megnyugodtak lettek, hogy nem az van, hogy itt egy arroganciával vagyok ebben a világban, én máshogyan vagyok ebben a világban, mint egyébként normálisan kellene. És onnantól kezdve nagy derűvel fogadták mindazt, amit én ott jelen pillanatban előadtam ott, saját magam működésem felől. Hasonlóképpen van az, amikor mondjuk egy művész van a világban, és hogyha eszmélünk rá, hogy honnan értékelést értelmez a valóságot, akkor talán nagyobb odafordulással is megértve lehet őt, nem tudom én, valahogy tolerálni, vagy éppen átessék el a férfi öltözőbe, de lényegét tekintve azt hiszem, hogy nagyon sokan, akik a művészetben érzékenyek, a nők azok gyakran vannak a férfi öltözőkben, a férfiak pedig a női öltözőkben. Mi a véleménye a mai magyar irodalomnak a helyzetéről, illetve a társadalom mennyire tudja megbecsülni ma az írókat, költőket, és az írók, költők hogyan tudják segíteni a társadalmat? Miközben folyton a irodalom haláról szoktunk beszélni, ekközben mégis azért elmondhatjuk, hogy meglehetősen sok irodalmi lap működik, jól működik, és ráadásul vannak olyan irodalmi szervezetek, amelyek le tudnak finanszírozni különböző projekteket, ösztöndíj rendszerek vannak, ráadásul a fiatalok támogatását segítő olyan intézmények, íróakadémiák és minden egyéb, ami megint csak jótékonyan hat a kortárs irodalom utánpótlás szempontjából és ennek a örökös pezsgésére. Ezben nincsenek félelmeim különben. Az egy másik kérdés, hogy milyen ellenállással szemben találhatja magát a kortárs irodalom, hiszen addig, ameddig nem halt meg egy szerző, mindig bizonytalan, mit fog művelni, és hogy bármennyire akarnánk isteníteni, és még mindig kicsapatja a biztosítékot, bár egy pillanatban amit nem engedtünk meg neki, tehát a jó költő, az a halott költő, és ennek ellenére mégis abban a bizalomban vagyok, hogy az olvasók és aztán az értékelők is
kellő bizalommal lesznek a szerzők irányába. Persze annak nem örülök, hogy most megint a kortárs irodalmat kicsikét kitessékelni igyekeznek a oktatásból újfent, de azért hát ha fog ez még alakulni jó felé, és aztán mégiscsak hallhatnak a diákok, nem csak ilyen rendhagyó órákon, amikor tényleg hatalmas missziókat vállalnak könyvtárak és iskolák, amikor ilyen irodalmi rendhagyó órákat szerveznek, hanem emblematikusan a tankönyvek lapjain és az érettségi tételek között is hasonlóképpen felelhetőek majd a 13-as tétel gyanánt. Elsősorban költő, elsősorban verseket ír. 2020-ban jelent meg a legutóbb verses kötete, Ahogy én öleltem címmel. De hogyan áll a prózához, hogyan viszonyul a prózához? És ezzel kapcsolatban az a kérdésem, hogy a jövőben jelenik meg, készül-e újabb kötet, ne adj Isten esetleg próza kötet, és ha jól tudom, akkor a Térei Ösztöndíj kapcsán is van vállalása. Így van, a Térei Ösztöndíj első két évének a végénél járunk, úgyhogy most novemberben le kell adnom egy elég komoly beszámolót, hogy mit műveltem az elmúlt két esztendőben, illetve a vállalat versekötetemet le kell adnom, amivel valóban készen is vagyok, és már kiadón felé le is adtam, és remélhetőleg a tavasszal meg is jelenik. Emellett pedig éppen a térei ösztöndíjasoknak a programjában a díjasorozatban megjelent egy hangos könyv, ahol 14 rövid prózámat Jaskó Bálint mondja el. Ezeket az írásokat fogom összegerebízni, és azóta megírt szövegekkel kiegészítve lesz belőle egy kötet. Ezt nem tudom az idejét, mert ugye itt a kiadóval még ezt le kell majd pontosítanom. Fölmerült, hogy most akkor még jöjjön a versese vagy a prózás, de más megkötések miatt maradtunk a versesnél. Rendhagyó irodalomórán vett részt a 3. Béla gimnázium diákjaival közösen. 3 remek diák kérdezte önt, hogy érezte magát, hogy élte meg ezt a rendhagyó zirci irodalomórát. Kicsit aggódtak az elején a srácok, de nagyon jó fejek voltak, és jó pofákat is kérdeztek, és aztán egészen jól elbeszélgettünk, és szinkronban voltunk ott a színpadon egymással. Én abszolút nagyon hálásan jöttem, és nagyon örülök neki, hogy tényleg ilyen programokat szerveznek itt Zircen, és mondom nálunk, Máté Szakán is ilyen hasonló missziót folytattak, és tudom, hogy mennyi áldozattal és mennyi nehézséggel, és néha még szembeszéllel is tud járni, amikor az ember tevőlegesen ilyen munkát folytat, úgyhogy én nagyon nagyra értékelem az összes ilyen kortárs irodalom megismertetéséért szóló vállalásokat. Hát akkor éljenek a versek, éljenek a prózák, és nagyon sok sikert, eredményességet és jó egészséget kívánok az írói missziójához, munkájához. Viszont kívánom én is, köszönöm szépen. Pénteken egész nap az internet használathoz kapcsolódó nyílt tanácsadási nap várta az érdeklődőket, majd délután Pál Babett zirci írónő Szökész című regényével ismerkedhettünk meg. A közönség találkozón készített felvételünket a jövő heti műsorunkban tekinthetik meg. Kedves nézőink, műsorunk második felében az aradi vértanúkra emlékező városi ünnepségen készített felvételünket vetítjük. Valaki jár a fák hegyén, ki gyújtja, s oltja csillagod. Csak az nem fél, kit a remény már végképp magára hagyott. Én félek, még reménykedem, ez a megtartó irgalom, a gondviselő félelem kísért eddigi utamon. Valaki jár a fák hegyén. Vajon, amikor zuhanok, meggyújtja akkor még az én tüzemnél egy új csillagot? Vagy engem is egyetlen egy sötétlő maggá összenyom, s nem villantja föl lelkemet egy megszülető csillagon? Valaki jár a fák hegyén. Mondják, Úr minden porszemen. Mondják, hogy maga a remény. Mondják, maga a félelem. Tisztelettel köszöntöm Önöket, Zircvárosi Önkormányzat, a Zirci Országzászló Alapítvány
és a szervező intézmény, a Béke Fiantal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB nevében. Az 1849-es világosi fegyverletétel után sötétbe borult Magyarország. Akit bűnösnek tartottak, Hajnaú legyilkoltatta. A börtönök megteltek. 1849. szeptember végén összeült a haditörvényszék, ahol 13 honvédtábornokot felségsértés címen halálra ítéltek. Október 6-án a pesti új épület falánál főbelőtték gróf Batthyány Lajost, Magyarország első alkotmányos miniszterelnökét. Batthyány nem engedte, hogy bekössék a szemét, és maga vezényelt tüzet a katonáknak. Utolsó szavai három nyelven kiáltották: éljen a haza! Ugyanezen a napon Aradon kivégezték az 1848-49-es szabadságharc 13 honvédtábornokát. Vécsei Károlyt, Török Ignácot, Schweidel Józsefet, Pöltenberg Ernőt, Nagy Sándor Józsefet, gróf Leiningen Westerburg Károlyt, Lázár Vilmost, Láner Györgyöt, Knézics Károlyt, Kis Ernőt, Dezsőfi Arisztidot, Damjanics Jánost és Aulich Lajost. Tisztelettel felkérem Viziné dr. Horváth Juditot, Zércváros jegyzőjét, ünnepi megemlékezésének elmondására. Tisztelt emlékező közösség! Engedjék meg, hogy Faludi György soraival kezdjem emlékező szavaimat. A vesztőhelyre sáros út vitt, és kikericsek kékjei. 100 év, s meghaltam volna úgy is, vigasztalódott Vécsei. Láner György sírt, s a földre nézett. Damjanics szekéren feküdt. Leiningen felmentő honvédek árnyát kereste mindenütt. S a táj olyan volt, mint a fácán. Tarlók, fák, vérző foltjai. És ők tarkán libegve, hátán elhulló bús szép tollai. 172 évvel ezelőtt végezték ki a magyar szabadságharc 13 honvéd tábornokát, és Pesten Batthyány Lajost, az első magyar felelős kormány miniszterelnökét. És 20 éve immár, hogy ez a nap a magyar nemzet gyásznapja. Az 1848-49-es szabadságharc leverését kegyetlen megtorlás követte. A kivégzéseket október 6-ára, a bécsi felkelés évfordulójára időzítették. Schweidel Józsefet, Kis Ernőt, Dezsőfi Arisztidet és Lázár Vilmost golyó általi halálra, míg Aulich Lajost, Damjanics Jánost, Knézics Károlyt, Láner Györgyöt, Leiningen Westerburg Károlyt, Nagy Sándor Józsefet, Pöltenberg Ernőt, Török Ignácot és Vécsei Károlyt kötél általi halálra ítélte az aradi hadbíróság. Batthyány a börtönben a kivégzés előtti éjjelen egy becsempészett törrel nyakon szúrta magát, azonban életben maradt. Nyaki sebe miatt nem lehetett felakasztani, így a kötél általi halálbüntetést porra és golyóra változtatták. Az élőknek, nekünk létfontosságú az emlékezet, mivel jelenünket és nemzeti identitástudatunk révén jövőnket határozhatja meg az, hogy emlékezünk. Ám az emlékezéseknek is különböző fokozatai vannak. A legkényelmesebb és legegyszerűbb forma a megemlékezés, ahol a szónoki beszédet végighallgatjuk, néha közben egyszer-egyszer könnybe lávad a szemünk, majd elhelyezzük az emlékezés virágait. A következő, magasabb fokozatban felfedezzük a hősök tetteit, tanulmányozzuk életük eseményeit, megismerjük haláluk körülményeit. Az emlékezés legmélyebb foka pedig, amikor azt kutatjuk,
Miért tették azt, amit tettek? Miért áldozták fel az életüket? És megpróbáljuk megérteni, számukra mit jelentett a haza szeretete. Elgondolkozunk, vajon mi hogyan cselekednénk hasonló helyzetben. Mit is jelent az aradi vértanúk haza szeretete? Egyikük sem vágyott a halálra. Búcsú leveleiket olvasva, abból az élni akarás hallatszódik ki. Mégis a szabadság iránti vágyuk okán szembe mertek fordulni a zsarnok hatalommal. Nem dugták homokba a fejüket, hanem félelmüket hátrahagyva vették kezükbe az ország sorsát. Felelősséget vállaltak egymásért és a nemzetért. A magyar nemzet a szabadságharc ideje alatt megérezte az összetartozást, és az aradi vértanúk, miközben német, örmény, osztrák, szerb és horvát gyökerekkel is bírtak, életüket áldozták a magyar nemzet függetlenségéért. A halálos ítélet bosszúvágytól vezérelt végrehajtói talán nem is voltak tudatában annak, hogy bár az embert meg lehet alázni, ki lehet végezni, el lehet hallgattatni, de van valami, ami egy nép életében örökké munkálkodik, aminek lángja soha ki nem alszik. Ez pedig a szabadság szeretet. Ma is nemzeti megmaradásunk a tét. A haza szolgálata koronként mást és mást kíván meg. Jelenkori küzdelmeinkhez is erőt meríthetünk az aradi 13 áldozatából. Napjainkban is egyfajta szabadságharc zajlik, amelynek csataterén a magyar nemzetért, a magyar közösségért ma is meg kell harcolni. Gondolok itt különösen arra, hogy nemzeti önrendelkezési törekvéseinket egyes globális hatalmak nem nézik jó szemmel. De a történelmi múltunk adott, amelybe, mint egy gyökérbe kapaszkodni lehet, hogy amikor a szabadságot veszélyben érezzük, azt ne tűrjük szó nélkül. Mi ugyan szerencsés helyzetben vagyunk, és magától értetődő módon kisfiút és kislányt anyakönyvezünk a születésükkor. A középületekben is ott lehet a feszület a falon, Adventben Betlehemet állítunk a város központjában, amely köré gyűlve még imádkozunk is. Azért, hogy ez így is maradhasson, minden nap küzdeni és tenni kell. A tolerancia álarca mögé bújtatott, napjainkat átható ideológiai válság káoszt szült és szül Európa és világszerte. Ebből győztesként kijönni, azaz magyarnak megmaradni, csak összefogással, elkötelezettséggel és nem utolsó sorban erős hittel lehet. Október 6-a olyan hősök tisztelete, akik megértették 1848-49 feladatát, és vállalták azt. Az aradi vértanúk nem éltek hiába, és nem haltak meg hiába. Emlékük nem megfélemlít, hanem bátorít bennünket. Haza szeretetük, küzdelmük, áldozatvállalásuk folyamatosan élnek őseinkben és bennünk, amikor az eltiporhatatlan szabadságvágyunknak köszönhetően fizikai vagy szellemi fegyvert ragadunk. Igyekeznünk kell méltónak lenni hozzájuk. Köszönöm, hogy meghallgattak. A halálra ítélt honvédtisztek annak a küzdelemnek és áldozatvállalásnak a szimbólumai lettek, melyet a magyar nép évszázadokon át vívott nemzeti függetlensége megteremtéséért és a társadalmi haladásért. Az aradi vértanúk emlékének megáldására felkérem Vecsei Katalin református lelkészt, Pápicsné Jakab Johanna Júlia evangélikus lelkészt és Kis Gábor Péter Óciszt atyát. Szentlélek Isten, kérünk áradj kiránk, amint annak idején az első idők keresztényeit eltöltötted mennyei erőddel, képessé téve őket a legválogatottabb kínzások elviselésére is, anélkül, hogy elárulták volna hitüket és a veled fennálló mély és gazdag életközösségüket. Ehhez hasonló nemes harcot vívtak mindazon elődeink, akik nagy áldozatokat hoztak szeretett hazájukért és népükért. Sokan közülük a legnagyobb tetre is elszánták magukat, készen álltak örömmel lemondani az életükről is.
Arra kérünk, Istenünk, add nekünk is azt az isteni erőt, aminek birtokában képesek leszünk felnőni az előttünk járt hősök példájához. Amikor a helyzet úgy kívánja, mi is alkalmasak leszünk hű keresztényekként és önzetlen hazafiakként csodás tetteket véghez vinni a hitünkért és nemzetünkért, alázatosan, de eltökélten szolgálni a ránk bízottakat. Mindehez adja meg nekünk kegyelmét az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. János evangélium a 8. részének a 12. verséből így szól hozzánk Isten ígéje. Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Imádkozzunk. Köszönjük, Istenünk, hogy Te vagy a mi világosságunk, és Te mutatsz utat, életünk és történelmünk minden sötét korszakában. Tápláld a mi szívünket élő reménységgel, hozzád ragaszkodó hittel, egymás iránti tisztelettel és szeretettel. Közösségeink, kereszténységünk, nemzetünk iránti elkötelezettséggel. Miként ezzel a lelkülettel éltek s haltak az aradi vértanúk is. Tartsd meg nemzetünket, juttass erőről erőre, és tégy hűségessé a ránk bizottakon. Adj felülről jövő bölcsességet, különbséget tennünk a tiszta és a tisztátalan, az igazság és a hamisság között. Engedd felismernünk tőled kapott küldetésünket, szolgálatunkat, és abba örömmel és felelősséggel beleállnunk, a Te dicsőségedre és embertársaink javára. Amen. Legyen velünk az Úrnak, a mi Istenünknek jó indulata, kezeink munkáját tegye maradandóvá, áldja meg szívünkben az igazak emlékezetét, és az ő békessége őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Isten áldásai áradjanak ránk ezen a mai gyásznapon is, amikor most élő emlékezetünkbe vonjuk mindazokat, akik egykor egy emberibb, szabadabb, méltóbb életért küzdöttek. Isten ébresszen szívünkben hálát és reményt. Ő segítsen, hogy megbecsüljük a szabadság ajándékát, és mi magunk is munkálkodjunk egy emberségesebb világért. Isten tegyen készé minket, hogy nyitott szívvel járjunk az élet útján. Ő az erő, szeretet és józanság lelke, maradjon közöttünk most is, amikor most hősi halottainkra emlékezünk. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Kérem, hallgassák meg Babits Mihály Petőfi koszorúi című versét, Németh Nikoletta, a 3. Béla Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium, Technikum és Alapfokú Művészeti Iskola 9. A osztályos diákjának előadásában. Avagy virág vagy te, hazám ifjúsága? Hol a szem szemével farkas szemet nézni? Ki meri meglátni, ki meri idézni az igazi arcát? Ünnepe vak ünnep, s e máj napoknak szűk folyosóin a szavak úgy lobognak, mint az olcsó gyertyák. Szabadság csillaga volt hajdan a magyar, de ma már maga sem tudja, hogy mit akar. Talány zaja csöndje, és úgy támolyog az idők sikátorán, mint átvezetett rab a fogház udvarán börtönből börtönbe. Ki ünnepli őt ma, mikor a vágy, a gond messze az övétől, mint sastól a vakond? Avagy gyáván bújik, s a bilincses ajakrab szavakat hadar? Csak a vak megszokás, a süket hivatal hozza koszorúit. Ó, vannak koszorúk keményebbek, mint a deszkák, súlyosabbak, mint hantjai kint a hideg temetőnek. Kelj, magyar ifjúság! Tépd le a virágot, melyet eszmének ellensége rádob emlékére kőnek. Kelj, magyar ifjúság! Légy te virág magad! Nem drótos füzérbe görbítve, légy szabad virág, szabad földön, hogy árván maradva megrablott birtokán mondhassa a magyar, kicsi az én szobám, kicsi, de nem börtön. Avagy virág vagy te, légy virág, légy vigasz,
legyen lelked szabad, legyen hangod igaz az ő ünnepségén. Koporsó tömlöcét, akit elkerülte, most hazug koszorúk láncait, ne tűrje eleven emlékén. Mai megemlékezésünk zárásaként kérem énekeljük el együtt a szózatot, majd az emlékműnél helyezzük el koszorúinkat, és gyújtsuk meg mécseseinket az aradi vértanúk emlékére. A szózat eléneklése után az emlékműnél az aradi vértanúk emlékezetére a tisztelet koszorúit helyezik el, Zircvárosi Önkormányzat nevében Ottó Péter polgármester úr és Viziné dr. Horváth Judit jegyző, az Érci Országzászló Alapítvány és a Széchenyi Kör nevében Bitman Károly, Máj János és Egerbölgyi Dezső urak, az egyházak nevében Vecsei Katalin, református lelkész, Pápicsné Jakab Johanna Júlia, evangélikus lelkész és Kis Gábor, Péter Ócist atya. A Fidesz helyi szervezete nevében dr. Kővári György és Baranyai József urak. Adásunkat egészségügyi rovattal zárjuk. Ezen a héten az érelmeszesedés kialakulásáról lesz szó. A párperces kisfilmet az Ormos Intézet bocsájtotta rendelkezésünkre. A doktor. Érelmeszesedés kialakulása. Köszöntöm Önöket! Az érelmeszesedés sokáig egészen problémamentesen is létezhet az ember szervezetében. Dr. Szegő Pétert, az Ormos Intézet orvosigazgatóját kérdezem, mik azok a jelek, amikor már érdemes kicsit odafigyelni arra, hogy hát ha az érelmeszesedéssel van valami probléma az érhálózattal? Hát a felvezető nagyon jó volt, ugyanis tényleg ez egy jó darabig igazándiból semmiféle tünetet meg panaszt nem csinál. És hát ez is egy ilyen szomszédbetegség, hogy baj mindig csak a szomszéddal történik, csak erre azt szoktam mondani, hogy mi is valakinek a szomszédai vagyunk. Tehát velünk is nyugodtan történhet panasz, vagy történhet probléma. Általában, hogyha ez a betegség kialakul, akkor az nem hétfőről kedre jön elő. Hát keményen meg kell dolgoznunk azért, hogy ez kialakuljon, esetek egy részében ezt meg is tesszük kitartóan. Ez nem automatikus az évekkel? Tehát akárhogy is, ahogy haladnak előre az évek, gondolom az ér falára is egyre több minden lerakódik. De hogyha ha ezt nézzük csak, akkor igen, ez menne előrébb, csak hát akkor mi a különbség mondjuk egy 55 éves ember között, akinek már mondjuk amputálni kell a végtagját, meg egy 80 éves között, akinek hát van valamennyi mész az érrendszerében, de nincs belőle alapvetően semmi baja, mondjuk egy kicsit zúg a füle, meg szédül, meg a memóriája már nem a régi, hát ezzel vannak különbségek. Lehet segíteni ennek a folyamatnak, hogy kialakuljon. A segítség az alapvetően hát olyan környezet és olyan szokásoknak a tartása, ami segít. Itt azt szoktuk mondani, hogy nagyon jót tesz az érelmeszesedésnek, hogyha az illető dohányzik rendszeresen, viszonylag nagy mennyiségben. Dohányzás nélkül is össze lehet hozni ezt a dolgot. Van légszennyezés, amiben élünk, az se segít ennek az egésznek. Tudunk passzívan dohányozni, az se segít neki. Tudunk elhízni nagyon, ami szintén egy rossz dolog, ezzel párhuzamosan vagy önállóan is magasabb lehet a koleszterin szintünk, ezt mondjuk ránézésre nem feltétlenül tudjuk megmondani, de azt általában tudjuk magunkról, hogy a vérnyomás az magasabb vagy nem, meg általában azt is tudjuk magunkról, hogy a cukrunk az magasabb vagy nem, tehát vagyunk-e cukorbetegek vagy nem, és az viszont már rajtunk múlik, hogy ezekkel a dolgokkal mit teszünk. A legtöbben arra hivatkoznak, hogy de hát nekem hajlamom van erre. Tehát, hogyha kiderül már a probléma, akkor azt mondják, hogy genetikai hajlam áldozatai. Ez nagyon sok szempontból igaz egyébként. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a genetika az betölti a fegyvert, de aztán az életmód süti el. Tehát, hogy egy hajlamból lesz-e betegség vagy nem, az nem mindig törvényszerű. Nyilván vannak olyan genetikai együttállások, amiből előbb-utóbb kifejezett betegség fog tudni kialakulni. Nagyon sokat ismerünk ilyeneket. Ez az érelmeszesedés és az összes többi az általában olyan betegség, amihez kell a genetika is nyilván, de nagyon kell az egyén is, nagyon kell az ember is, és nagyon kell, hogy hosszú időn keresztül olyan dolgokat műveljen, ami a saját érrendszerét mondjuk, hogy gyorsabban öregbíti. Ugye itt utalnék vissza az 50 éves versus 90 éves emberre, akiknek az érrendszerük lehet hasonló.
az 50 éves ember, aki már 90 éves érrendszerrel él, az valamit nagyon rosszul csinált, mert ott valaminek olyas valaminek kellett történnie, ami az ő érrendszerét sokkal jobban öregbítette, mint ahogy egyébként az ildomos lenne. És hát nyilván senki, vagy nem szólt neki senki, vagy alapvetően szóltak neki, csak nem akarta igazándiból megfogadni ezeket a tanácsokat. Ha nincsen valakinek semmilyen tünete, akkor is érdemes az érelmeszesedéssel foglalkozni? Gondolok itt arra, hogy olyan szűrővizsgálatokra elmenni, amelyek ezt kizárhatják? Ennek van értelme, igen. Két ok miatt van értelme. Az egyik az, hogy ilyenkor nyilván feltérképezzük azokat a rizikófaktorokat, amik oda vezetnek, hogy az illetőnek majd érrendszeri betegsége van, és idejekorán tudunk legalább szólni neki, hogy hát nem jó úton van. Aztán ezt vagy megfogadja, vagy nem. Aki öngondoskodás keretein belül kér ilyen kivizsgálást, az általában nem véletlenül jön el ilyen vizsgálatra, hogyha még tünet meg panaszmentes, tehát ő valamit tenni akar azért, hogy ez ne is alakuljon ki. Hogyha valakinek már tünetei vannak, az egy teljesen más kérdés. Alapvetően, hogyha szűrni akarjuk ezt az egészet, akkor hát annak része nyilván egy laborvizsgálat, itt meg kell nézni számtalan dolgot, meg része néhány képalkotó, meg része egy elég belemenős fizikális diagnosztika. Tehát bele lehet nézni az érhálózatba, hogy ott minden rendben van. Bele lehet. Hát ha az érhálózatot szeretném leképezni, akkor ugye ez áll kiseregből, hajszálerekből, áll valamivel nagyobb erekből, mindegyiket valahogy láthatóvá lehet tenni. A kisereket nagyon egyszerűen a szemfenéken például láthatóvá lehet tenni. Tehát őket általában el szoktuk küldeni egy szemészhez, hogy pláne, hogyha van mondjuk alapbetegsége, magas vérnyomása vagy cukorbetegség, nagyon jellegzetes eltérések szoktak tudni kialakulni a szemfenéken. A nagyobb ereket, azokat vagy egy szakavatott ultrahangos szépen mondjuk a nyakon például le tudja képezni, vagy egy eszközzel meg lehet mérni a vérnyomást a karon, illetve a felkaron, illetve a bokákon, és a kettőnek a hányadosából szintén lehet következtetni arra, hogy tulajdonképpen a felkar és a bokák között az érrendszerrel valami kóros dolog van-e vagy nincs. Itt van még egy mérő eljárás, amit lehet alkalmazni, azt pedig meg lehet nézni, hogy a szív által kipumpált vér keltette hullám milyen gyorsan halad végig az érrendszeren. Tehát a szív összehúzódik, ezzel a megfelelő mennyiségű vért kipumpál az erekbe, és ez mint egy hullám áramlik végig a nagy ereken. Ennek a hullámnak a terjedési sebessége az annál gyorsabb, minél keményebb az érfal. És ezt hogy lehet megnézni? Ezt ugyanígy a gyakorlatilag egy azon mérés keretein belül a felkarra meg a bokára helyezett manzsettával, egy erre alkalmas eszközzel és szoftverrel meg lehet mondani. Az érelmeszesedésnek, amikor már tünetei vannak, gondolom, ott már komoly problémák vannak, tehát jó lenne ezt előtte kiszűrni, mielőtt tünetet produkál. Hát jó lenne, így van, és akkor itt visszautalnék megint arra, hogyha valaki csak szűretni akarja magát, ami egy nagyon helyes hozzáállás, akkor meg tudjuk vele beszélni azt, hogy mi az, ami változtatnia kell ahhoz, hogy ez ne is nagyon alakuljon nála ki. Min érdemes változtatni? Mi az, ami segít az erekenek? Van egy pár olyan alapbetegség, amit kezelni kell, muszáj, és nem csak kezelni kell, hanem jól kell kezelni ahhoz, hogy ez ne következzen be. Alapvetően két nagyon fontos betegség van ebből a szempontból. Az egyik a magas vérnyomás, a másik a cukorbetegség. Ezt a kettőt, ezt rendben kell tartani ahhoz, hogy meglegyünk, és hát amit muszáj abba hagyni, az a dohányzás, az nem vicc. Köszönöm szépen a beszélgetést! Kedves nézőink! Adásunkat megismételjük szombaton 10, vasárnap 14, hétfőn 18 és kedden délelőtt 10 órától. Friss hírekkel, új információkkal egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársaim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Kellemes hétvégét kívánok! Viszontlátásra jövő hét pénteken!